Az Udvarhelyi Híradó, a Merkuráruház és az Agora fenntartható fejlesztési munkacsoport szervezte szombati takarítási akción több mint 170 székelyudvarhelyi diák és felnőtt vett részt. A takarítási akció során az Ilona völgyét, pontosabban a Homorót fürdő és Homorót kemény falvát összekötő, mintegy 10 kilométeres szakaszon az utat és a patak környékét tisztították meg a résztvevők. Az önkéntesek nem csak a kirándulók által hagyott szemetet és a Nagy Homoród által hozott hulladékot szedték össze, hanem az évek alatt szemétlerakónak titulált helyeket is felszámolták. A rendezvény sikeresnek mondható, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 4 óra alatt összegyűjtött több száz zsák szemét. Ezeknek az akcióknak a célja az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire szemetes a környék, és hogy mennyire fontos lenne az, hogy tisztán tartsuk, megelőzzük a hulladék keletkezését. Fontos az, hogy a civil szervezetek, vállalkozók és a sajtó is összefogott, és így közösen hatalmas akciót tudtunk létrehozni. Az önkéntesek amellett, hogy takarítottak, minden bizonnyal egy nagyszerű kirándulás emlékeivel tértek haza. Jövőre valószínűleg egy újabb üdülőtelep megtisztítása lesz a célpont.